Nyíregyháza nyírszőlős. Igen nagy itt a forgalom, az utóbbi években pedig nagyon leromlott a Kótaiba vezető szakasz állapota. Most 5,5 kilométeren megújult a burkolat, mintegy 320 millió forintot költöttek a fejlesztésekre Európai Uniós támogatásból. Nyíregyháza polgármestere elmondta, a város külterületi útjainak felújítása sokat javított a közlekedés minőségén. Ez egy főútvonal, nagyon sokan használják, és nem csak nyíregyháziak, hanem a Nyíregyháza agglomeráció között közlekedők. Egy sokkal biztonságosabb és folyamatos közlekedést tesz lehetővé. Ugye itt vagyunk a város északi-északnyugati részén, a másik a délnyugati rész a Kertváros, ahol az elmúlt hetekben adtuk át a Rókabokari utat, elkészült a legyező Derkovics-Dugonics utca, és ugye a nyugati elkerülőig megy ki az is. Tehát ennek a városrésznek már azt gondolom sokkal-sokkal jobb állapotban van az útrendszere. Sok még a tennivaló, de megvannak a terveink. Óvári László a Magyar Közút ZRT-től elmondta, nyírszőlősön a csapadékvíz elvezetés problémáját is megoldották. A megyei igazgató hozzátette, a tervek szerint jövőre a maradék 2,5 kilométeres szakaszt is felújítják, ezen felül néhány héten belül átadják azt az utat is, amely nyírtelket és nyírszőlőst köti majd össze. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül a Nyíregyháza Kótai összekötő út mintegy 5,5 kilométer hosszan újulhatott meg. A felújítás során a kivitelezők elvégezték a burkolat profilmarását, majd felülettisztítást követően került sor a 6 cm vastag kopóréteg terítésére. Az új kopóréteget a kivitelező tartós burkolati jelekkel látta el, elvégezték a sérült úttartozékok cseréjét, valamint a szikkasztó és vízelvezető árkok tisztítását is. Ez a felújítás magában foglalta a szakaszon található 7 darab autóbusz öbölpár teljes körű felújítását is. Vindai Győző országgyűlési képviselő azt emelte ki, a felújítás előtt az említett szakaszon nehéz volt a bejutás a környező településekről, a nyugati elkerülő átadásával pedig a hosszabb útra indulók is jól járhatnak. Nyíregyháza és nyírszőlőst köti össze, úgy hívja ezt a köznyelv, hogy Nyíregyháza Kótai út, és ugye több ezeren laknak nyírszőlős Kertvárosban, régi adósságot törlesztett ezzel a város, és ez egy összefogás eredménye, hiszen uniós forrásból épült, megyei topos forrásból, és azt is elősegíti, amellett, hogy Nyíregyházát nyírszőlőssel összeköti, hogy a térséget is beköti, hiszen Kótai, Ibrány és Búj ezen az úton jut be Nyíregyházára, sőt azt is el kell mondanom, hogy most már a nyugati elkerülni, hogyha az autópályára akar fölmenni, akkor nem kell bejönni a városba, és a várost tehermentesíti a személyforgalomtól, de tehermentesíti a kamionforgalomtól, vagy a tehergépjármű forgalomtól is. Az átadó ünnepségen elhangzott az is, a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül idén több, mint 60 kilométernyi út újult meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.